Sziasztok! Retrózzunk egy kicsit. Először is szeretném elmondani, hogy tisztában vagyok vele, hogy az előző Retro Gamer videó végén, ami ugye a Prehistoric című játékról készült, azt ígértem, hogy majd annak a folytatása, a Prehistoric 2 lesz legközelebb bemutatva. Hát ez különféle problémák miatt, részben technikai, részben egyéb gondok miatt, egy darabig még nem fog megvalósulni, mindenképpen szeretném majd bemutatni azt a játékot is, de nem akartam, hogy most emiatt addig ne kerüljön fel új tartalom a csatornára, úgyhogy most egy másik játékot fogunk megnézni. Visszajelzések alapján nektek tetszik az, amikor modernebb, de mégis régi stílust megidéző horror játékokkal játszom, úgyhogy most is egy ilyen darabot fogunk megnézni, a címe I See You. És hát így az előzetes ismereteim alapján eléggé ijesztőnek és mondhatni kellően betegnek tűnik, úgyhogy felkeltette az érdeklődésem, nem nagyon néztem még bele, csak tudjátok annyira, hogy lássam, hogy egyáltalán tudom-e normálisan futtatni, lehet-e normálisan rögzíteni, meg ilyenek, de ez nem volt több az első néhány képkockánál, úgyhogy akkor vágjunk is bele. A játék nagyon kedves, mert egy ilyen kis ablakban rögtön az elején egyrészt megköszöni, hogy játszunk vele, másrészt elmagyarázza nekünk az irányítást, hogy most használjuk a WASD-t a mozgáshoz. Hát először is okézzuk le, és tegyünk eleget a kérésnek. Exit, na, mehetünk is kifelé. Gondolom az E-vel. Ja nem. Ez nem... Hopp, mit ír? Aha, igen, tehát az E-vel tudunk interakcióba lépni különféle tárgyakkal, illetve ezzel tudunk majd felvenni objektumokat. A legtöbb szobában vannak zárt ajtók, amiket csak a kulccsal tudunk kinyitni, amiket fel kell hozzá vennünk. Aha, tehát akkor ezt kitaláltuk, hogy az E betű. De ez az ajtó, ez... Hát ez meglehetősen baszik kinyílni, úgyhogy gondolom akkor... Ja, hát hogy erre felé kell menni. Aha. Jó. Mi ez, ami kórház? Gyönyörű. Aha. Itt valami brutál vérátömlesztés zajlik. Hú, milyen... Kicsikét snasszok azok a kerekek, de azért nem rossz. Aha. Igen, és mint látjátok, a grafika ezúttal is ilyen kicsikét pixeles, kicsikét elmosódott, nem annyira tiszta, de hangulatos, kétségtelenül. Mi ez az elgyopárosodott ceruzait, könyörgöm, ez? Vagy egyáltalán az? Hát mert ecset is lehet ezzel az erővel. Na mindegy, mellette meg a szép kis nyomtatott papírok, egyenletes szöveggel. Na, itt egy kis szekrényke. De ezt nem tudom kinyitni. Nagyszerű. Már is korlátozottak a lehetőségeim. Nézzünk ki az ablakon. Ez fantasztikus. Panoráma az valami elképesztő. Órákig tudnám nézni. Mi ez a kis ketrec? Jaj, ez ilyen pelenkázó, gondolom én, vagy nem tudom. De akkor miért van alul rácsózva? Na mindegy. Hogy itt tárolják az ágyneműt, vagy... nem tudom. Oké, itt is papírok. Ceruzát innen már kisporolták, ezt se tudom kinyitni. Nem egészen értem, hogyha nem fekszik senki az ágyon, akkor itt miért van vér? De mindegy, biztos csak hangulatfokozó. Hát ez vagy rengeteg B betű, vagy rengeteg 8-as, nem tudom ki csinálta, de biztos megérte. Sok szabad ideje volt, gondolom én. Már két ágy is van, de a szekrényt ettől függetlenül sem tudom még kinyitni. Mondjuk nem tudom, még gondoltam, hogy azért, mert egy ágyal több van nyitható a szekrény. Na és itt? Itt már se papír, se ceruza, hát... Viszont van egy kulcs. Ahogy haladunk előre, úgy figyel be egyre jobban az infláció. Aha. Itt is van valami csendélet, vagy... Hát én nem tudom, mi ez. Brutál bárányfelhő. Anyádat! Fú, pedig eddig olyan békés volt ez a környék. Hát... Itt gondolom minden szobában ugyanaz van, szóval... De miért nem megyünk ezzel az... Megpróbálok visszafutni az exithez. Ó, és hogy villog. Nyitható? Hát persze, hogy nem. Jaj, Istenem. Jó. Imádom ezt a sötétséget amúgy. Hát akkor menjünk be a véres X-es ajtóba, hát... Miért is ne akarnánk oda menni? Jajjaj. Vissza tudok menni? Nem. Nagyon jó. Mondjuk miért is akarnék? Ja, hogy néhány ajtót már kinyitottunk neked előre. Hát, kösz. Ezt mondjuk pont nem, ahogy látom.
Egyébként odakint éppen petárdázik valaki, úgyhogy nagyon boldog vagyok, remélem nem hallatszik be a videóba. Aha, tudunk futni a shift gombbal, nagyon jó, erre már rájöttem, és nagyon nem örülök neki. Mert ha egy horror játékban van futás gomba, az mind tudjuk, hogy mit jelent. Azt, hogy ezt a gombot majd használni kell. Ez kezd egyre lidércesebbé válni. Megint a ceruza. Ezt nem lehet-e fölvenni, mint önvédelmi fegyvert? Mondjuk, hát eléggé lapos. Fú, itt már kezd nagyon kacskaringóssá válni. Na. Milyen jó kis ágy. Hát... Nemrég megnéztem egy B-Turbo videót, és... eddig az ijesztőbb volt, mint ez a játék. Hát ez... Na várjunk, most egy ajtó sem nyitható? Legalábbis ezen a területen, akkor itt másfelé kell menni. Vagy egy kulcs van itt is valahol eldugva. Nézzünk el erre. Zárva. Ott a kulcs, oké. Okay. Gondolom ez ehhez az ajtó. Igen, akkor itt most bejött az, amit mondott, hogy ha felveszel egy kulcsot, akkor megjelöljük neked azt az ajtót, amelyiket nyitnod kell. Tehát ez a piros X, ez ezt jelenti majd. Oké. Okay. Így először nem értettem, hogy pontosan mire gondol ezzel, de akkor ez lesz az. Itt valami zaj van. Valami zaj van, mint egy mutálódott porszívó, ami náthás. De nem örülök neki, hogy hallom. Kint kitartóan esik. Oké, itt is egy összetúrt takaró. Nézzük, hogy mi vár még erre. Most nem igazán figyeltem, hogy merre jöttem pontosan, de hát... Úristenem, ez a sötétség, hogy megyek előre, ott az X. Ide már akkor... Ja, már be tudok menni ide, aha, nagyon jó. Miért érzem azt, hogy hirtelen a pofámba fuggani valami torszülött, mutáns, buzi jedvadék? Hát ezt a szobát megérte megépíteni. És a nyolcasok, csendéletek, hát egy kicsit mondjuk lehetne azért változatosabb ez a környezet. Egy asztal van itt, amin van egy kulcs. És ennek építettek egy ekkora szobát? Ezek nagyon el voltak látva betonnal. Oké. Okay. És akkor most... merre menjek? Ott az X, oké, okay, de innen jöttem, nem? Nem. Abszolút nem. Hova lett az ajtó? Hé! Hey. Bekerültem egy ilyen légüres semmibe. Mondjuk képek itt is vannak, de... És bekerültem egy szobába, és... Ajjaj, nagyon rosszat sejtek. Nagyon rossz előérzetem van, gyerekek. Nem tetszik ez nekem, ez meg zsákutca. Kis sok értelme volt ennek a folyosónak is. Hát halljátok, ide az ember egészségesen kerül be, és betegként megy ki, ez egy olyan kórház. Fú, és egyre több a vér. Már a padlón is volt. Na itt legalább csak egy irány van eddig. De súnyult az az árnyék ott az előbb. Nézett ki egy kicsikét, mint Mr. Meki árnyéka. Ott az vér volt a falon, vagy csak káprázott a szemem? Nem tudok hátrálni. Én az ajtókat neked készítettem, ez... Ez most mit akar le... Mit akar jelenteni? Ó, bazd meg! Istenem, hát ez most... Nagyon naív lennék, azt gondolnám, hogy ez egy ilyen elcsöpögtetett makaróni húsgombóccal, de nem, ez vér. Exit! Na, megvan az exit kulcs. Akkor ennyi lenne maga a játék, és már mindjárt vége is. Nem tudom, hogy jó felé jövök-e. Halljátok, nem mondom azt, hogy olyan nagyon-nagyon félek, de van bennem para. Innen jöttem, ugye? Nem. Nem innen jöttem. De viszont most innen jöttem, mit keres itt fal? Ó, anyám. Jó. És akkor itt az ajtó.
Szóval ez is ilyen szürreális hullámvasutazás a földi pokolban, vagy mi a halálnak a fasza. Ezt már egyszer kiírtad, hát... És ennek mi értelme volt? Ezzel kezdted a játékot, öreg. Az ott el van torlaszolva. Oké. Okay. I can hear you. Na, szórakozzám anyáddal. Ez meg mi a bolhás fasz? Jézusom. A Dolog című filmben voltak ilyen okádmányok. Kezdek ráparázni. Ráadásul itt ülök tök egyedül, a tök sötétbe, ami nem nyugtat meg. Ceruza az nagyon masszív. Fú, édes Istenem. Itt ez a Bloody Tour Mix, nagyon jó. És akkor most merre menjek? Hát... Most be vagyok zárva. Ja, itt van még egy út, oké. Okay. Hát az a kép az ott érdekes lebegésbe kezdett, de joga van hozzá. Jó. Az mi volt? Ott volt valami vicsorgó arc. Vagy mi. Na jó. Semmi probléma. Őrizzük a pánikot. Itt bemegyünk, aztán veretjük tovább. Megint egy ilyen nagy teremben vagyok, de azt az exit kulcsot én már nagyon szívesen használnám, ha valakit esetleg ez érdekel. Valaki szuszogott itt az előbb, és én nekem most kezd elegem lenni az egészből, de jó, hogy az ott egy... Hello! Szevasz, téged láttalak az előbb is? Oda megyek hozzá? Ah. Hát ez meg itt szén, meg vér. Hát akkor kizárásos alapon erre. Jó. De minek mentél be, te gyökér ebbe a kórházba amúgy? Tehát... Ajjaj, megyek az exit, az a tök sötétbe, itt valami bele fog ugrani a képembe, ez biztos. Fölkapcsolódik a villany, és valami elém fog vágódni. I see you. Hát most... Oké. Okay. Nincs egér, nem bírok... Tudtam. Na most ez mi volt? Hullaházba kerültem? Szóval azt akartam csak mondani így a főszereplőnek, akit irányítok, hogy mi a francnak mentél be ebbe a kórházba, miért nem maradtál otthon, azt Dungeon Keeper-öztél egész este. Hát az effekt mondjuk nem volt annyira durva, mint elsőre gondoltam, de... Meg... És valaki elkezdett csírni. Meg egy ilyen zúgás van a háttérben, ami már most az agyamra megy. Hú, anyukám. Jó, fussunk egy... Most ez a foszforeszkálódás itt a földön, ez szerintem csak bug. Tehát ez nem hiszem, hogy a félelemkeltés. Lépteket hallottam. Húha. Most mentünk egy kört tulajdonképpen. Ajaj. De ezek... Az istenit! Ez most tök véletlen volt, de... Fú, szóval ezekbe be lehet menni. És be is kell. Én más már nem tudok menni. Én bemegyek, baszod. Állj, de rohadt hangos. De itt nem tudok csinálni semmit. Amikor bemész, nem tudsz mozogni, megkövülsz. Istenem. Ott egy kulcs. Na, ez már jó. Akkor tudjuk folytatni ezt a fantasztikus kalandunkat. Mondjuk most kíváncsi leszek, hogy melyik lesz az az ajtó, ahova végül is be tudunk menni, mert csak ilyen nyálkás, taknyos ajtók voltak eddig. Aha, ez. Jó. Oké. De most elvileg ugyanoda mentem vissza, ahonnan jöttem, de gondolom hát ilyen logikát nem érdemes keresni ebben a játékban. Oké. Okay. Hello! Ez elég olcsó volt. És most ezért jöttem ide?
Érdekesen van felépítve ez a kórház. Hellóka. Szóval ennek a tervezőjét azért úgy megkeresném, hogy megkérdezzem, hogy öregem, egészen pontosan mit és mennyit toltál be, mielőtt ezt a kreálmányt összehoztad. Hát akkor ide bevegyünk. Érdekesnek érdekes, de kicsit már kezdem elveszíteni azért a lelkesedésem. Már most már ki is lök, amúgy. Nem is tudok bennmaradni, mert jó ez, de tényleg ugyanaz ismétlődik, tehát sok újdonságot nem. Most azért, mert láttam az előbb egy ilyen gólem szörnyet, meg most ezt a kirakati bábút, ettől még nem lesz ijesztőbb a dolog, tehát ezeket így egymásra dobálgatva haladunk valamerre. Nem tudom, milyen hosszú egyébként ez a cucc. Na nézzük. Szemben mi is volt? Ha most csak... Ja. A nagy büdös semmi. Oké. Itt is ágyak. Rendben. Hát haladgatunk, de... Igen, biztos, hogy megint nem hagytam el egy kulcsot, mert... Valamelyik asztalon elvileg kéne lennie egy kulcsnak, de előbb is véletlenül szem előtt évesztettem egy ideig. Ott is egy asztal, de ez is üres. Az ágyon nem hiszem, na itt esetleg nem. Na jó, igazából nem lett volna rossz végig is vinni, de őszintén szólva annyira nagyon azért szerintem nem. Körömrágóan izgalmas. Tényleg nem rossz, egészen jó ötletek is vannak benne. Önmagához képest, mármint ehhez a minimalizmushoz képest, amit képvisel. Egész korrekt, csak ez a keresgélés, meg tényleg ez az ismétlődés, ami azért jellemző volt erre a, hát nem tudom mióta rögzítem, de erre a nem túl hosszú időtartamra is. Ez ugye picikét kinyírta mostanra a hangulatot, de atmoszférában azért nem volt rossz, úgyhogy akinek esetleg kedve van kijátszani, vagy kideríteni, hogy mi lehet ennek az egész szürreális történetnek a vége, akkor szerintem egy próbát érdemes tenni vele. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!